Bármelyik irányból érkezik látogató Döbrökközre, a dunántúli lankástájból már messziről kitűnik a falu ikonikus épülete, az éppen 120 évvel ezelőtt elkészült és felszentelt római katolikus templom. A jubileumi évforduló alkalmából ünnepi szentmisét tartottak. Nagyon fontos minden településnek a templom, hiszen a legtöbb településen a magának a településnek az arculatát is meghatározza, és hát jó arra emlékezni, hogy elődeink sok szép templomot építettek a megyében, de ugyanakkor jó arra is emlékezni, hogy az elmúlt években több mint 3000 templom felújult, és új templomok is épültek. Az évforduló megünneplése mellett birmálást is tartottak. Összesen 13 fiatal hívő vonult az oltár elé, hogy felvegyék a szentséget. Felföldi László megyés püspök hangsúlyozta, a birmálás egyben megérkezés és elindulás. A birmálás szentsége ezenben a csodálatos ünnepben valójában egy megérkezés és elindulás. Egy hosszú út, az élet, a fiatalok alakulása, formálódása, és egy óriási ajándék, amikor megérkeznek, hogy na most már felnőttként akarunk tovább menni, és felnőttként akarjuk élni az életünket. A fiatalok hittelteli, tiszta szívvel indulnak el a felnőtté válás, a keresztényé válás útján. Az életük egy különleges ajándék. És ezt kell minden fiatalnak megérteni, hogy Isten egy különleges küldetéssel indította őket az életbe, és a birmálkozók ezt kell, hogy fölfedezzék, hogy Isten ebbe az életben adott nekem egy olyan ajándékot, olyan gazdagságot, amit csak az én szívembe adott, és ezért én felelős vagyok. Ezt kell nekem elmondanom, ezt kell átadnom a világban, a családban, a rám bizottakban, és olyan gyönyörű ajándék, hogy ott van a szívükben, hogy én is így szeretném a családomat, én is így szeretném nevelni a gyermekeimet, hogy majd ők is itt legyenek, birmálkozzanak, tanuljanak meg az Istennel együtt gondolni, gondolkodni, és így váljanak igazi élet felnőtté keresztényé. A birmálkozó fiatalok lelkesen és hosszú időn keresztül készítették fel szívüket és lelküket a jeles eseményre. Nagyon hosszú és lelkes készület előzte meg a mai ünnepet. Nagy ajándék a döbrökközi közösségnek és egyáltalán a dombovári római katolikus plébániának, hogy itt helyben Sebestyén Molnár Árpád atya személyében van egy fiatal, lendületes lelkipásztor, aki külön összefogta a fiatalokat, és lelkesen készítette őket a birmálás szentségében való részesedésre. A településen mindig fontos volt a hitélet. A helyi hívőközösség tagjai rendszeresen összegyűlnek, emellett együtt gondozzák a falu központjában álló templom környezetét, közös összefogással, adományokból végeznek kisebb-nagyobb felújításokat, korszerűsítéseket az épületen. A döbrököziek büszkék a templomukra, hangzott el a szentmisén. Egyszerre ünnepeltük a múltat, a templom felépülését és felszentelését, emlékezve az elmúlt nemzedékekre is, akik sokat áldoztak és tettek ezért a templomért, és egyszerre ünnepeltük a mai élő közösséget, a jövőt, az ifjúságot. Hát a település fejlesztésen túl mindig hangsúlyozzuk a közösségeknek az építését, fejlesztését, és ez egy nagyon fontos dolog. És a közösségen túl, hogyha még azt is tudjuk mondani egy közösségre, hogy az keresztény, krisztusi, akkor az egy nagyon értékes dolog, a legértékesebb a világon. A templom bővelkedik építészeti és iparművészeti értékekben, ezért a Tolna megyei értéktárnak is része. A háromhajós épület a Pécsi Egyházmegye legnagyobb falusi temploma. Névadója és egyben védőszentje Szent Imre herceg. Az őt ábrázoló festett üvegablak a főoltár felett pompázik. A mellékhajók oszlopain szentek szobrai láthatóak. A mennyezet kazettás szerkezetű, gazdagon díszített, ahogy a falak is. A templom tornya 43 méter magas. Igazi méltó rangot ad az egyházi szertartásoknak.